képviselőasszony szokta nézni a budakörnyéki televízió műsorát? Hát hadd mondjam el, hogy Makkos Márián nem lehet fogni. És az interneten? Hát az interneten néha szoktam nézni, igen. Milyen műsor lenne, amit szívesen nézne? A budakeszi... A budakörnyéki televízióban, igen. Hát én azt gondolom, hogy vannak olyan témák, amit lehet tematizálni, tehát akár a sporttal, a kultúrával kapcsolatosan, amiket így föl lehetne fűzni, amiben benne lennek a városvezetők is, benne lennek a lakosok is, akik így elmondják sokoldalúan, hogy ők mit tapasztalnak, mit látnak, a városvezetők is nyilatkoznának arról, hogy milyen törekvéseik vannak, meg milyen eredményeik vannak, és akkor ez egy kicsit úgy izgalmas lehetne. Például én most pályáztam egy fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan szelektív hulladékgyűjtés kampányára itt Budakeszin, és én azt például nagyon is várom, hogyha ezt megnyerjük, akkor ezt teljesen nyomon kövessék. Tehát akkor fogok állni a rendelkezésre, mert ennek az egész kampánynak ugye az lesz a célja, hogy minél több ember, minél pontosabb információkhoz jusson. Szokta nézni a budakörnyéki televízió műsorát? Nem. Miért? Nem szereti a televíziót? Azért, mert nincs hozzám bevezetve. Nincs set-top boxja? Set-top boxom van, csak azon nincsen budakeszi tévé. De mi a szolgáltató? UPC, T-com, vagy? Nem, a Mindig tévé. Ja, Mindig tévé. Hát közlöm, hogy hamarosan ott is ott leszünk. Igen. És akkor fog nézni minket? Hát persze. Szoktad-e nézni a budakörnyéki televízió műsorát? Minden nap. Milyen jellegű műsort szeretnél? Tehát mi az, amit hiányolsz? A rablás, a bűn. A mi televíziónkban? Igen. Ez egy közszolgálati televízió. Ugyan foglalkozunk rendőrségi hírekkel is, de erre gondoltál? De hogy a fenéket. A nép jellegűt. Szokta nézni a helyi televíziónkat? Szoktam. Néha-néha, de amikor jobban érdekel, akkor többször. Milyen jellegű műsorokat szeret? A híreket. Hogy itt hol történik, helytörténeti dolgok. Szoktad-e nézni a televíziónkat? Szoktam. Nagy ritkán, de szoktam nézni, igen. Milyen jellegű műsorokat? Hát főleg az ismeretterjesztő meg a politikai műsorok érdekelnek. Van valami, amit szívesen látnál? Tulajdonképpen azt gondolom, hogy szükséges lenne egy kicsit többet beszélni az utakról. Szerintem az fontos lenne. Szokta nézni a televíziónkat? Igen, szoktam. Milyen jellegű műsorokat? Hír TV, ATV, Kul TV, filmeket. A budakörnyéki televízióra gondolok, ami a helyi televízió. Jaj, bocsánat, azt nem nagyon szoktam. Szoktál nézni a televíziónkat? Igen, előfordult már, igen. Milyen jellegű műsorokat szeret? Hát én szeretem így a budakeszi környékén zajló eseményekről való, személyektől való interjúkat, meg az ilyesmit. Wunderlich Gábor a nevem a budakörnyéki televíziótól, és meg szeretném kérdezni, hogy szokott-e minket nézni a csatornánkat? Ritkán, mert elég kevés tévét nézek. Milyen jellegű műsorokat nézett nálunk esetleg? Hát néztem azt, a férjemről volt egyszer, de az régi volt adás, őt néztem, meg a kitelepítéssel kapcsolatos dolgokat, tehát az már évekkel ezelőtt volt. Most úgy nem tudok mondani semmi olyat, ami eszembe jutna, hogy mi volt konkrétan, amit néztem. És mit szeretne látnunk nálunk? Hát gondolom, inkább budakeszi életével kapcsolatos dolgokat, hogy merre megyünk, de hát olyanok szoktak lenni, azt tudom, hogy ilyen ülésekről is szokott adás lenni.
Szokott-e nézni minket? Hát szoktam. Milyen jellegű műsorokat néz? Dokumentumfilmeket, természetfilmeket, ismeretterjesztő filmeket. És mit szeretne, hogy mi legyen a csatornánkon? Több természetfilm. És foglalkozni jobban az emberekkel, közösség egymással, segíteni egymásnak, ez lenne az igazság, figyelmeztetni az embereket a veszélyekre, és mindenre tágítani az ifjúságnak és a figyelmét, mindenkinek segíteni. Meg egy kis humor, mert humor az mindennek, betegségnek az izé az alapja. Régi jó vígjátékok, ezek nagyon hiányoznak sajnos. Értem. Honnan tájékozódik a város eseményeiről? Hát, amikor jövök, megyek, többet vagyok a városban, többet vagyok sajnos a munkahelyemen, mi mindnyájan, mint otthon. Néha a városban előbb értesülök, hogy mi történt, mint itt sajnos.